Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megszüntetni a gyomorhurutot, a gasztritiszt. Szeretettel köszöntök mindenkit! A gasztritisz a gyomor falának a gyulladása, legfőbb tünete a has felső részében kialakuló fájdalom, ami savas ételek, italok fogyasztásának hatására felerősödik, de jelen lehet savas reflux is. További tünetei a hányás, a hányinger és a fokozott telítettség érzet a has felső részén étkezések után. A gyomorhurut hosszú idő alatt alakul ki, és számos okozója lehet, illetve más problémákkal együtt is előfordulhat, például gyomorfekéllyel vagy H. pylori-val. A leggyakoribb okozói a sok aszpirin és a szteroidos gyulladáscsökkentők szedése, a silány minőségű finomított ételek éveken át történő fogyasztása, és okozhatják a savcsökkentők is. Ha a H. pylori is jelen van, romlik a gyomorban a savtermelődés hatékonysága, ami a gyomorsav lúgos irányba tolódását eredményezi, melynek következménye, hogy nem fognak lebomlani megfelelően a fehérjék, illetve nem pusztulnak el az ételekkel elfogyasztott baktériumok, így ebből további rengeteg probléma következik, mint például B12 és vashiány, puffadása belegben és áteresztő bélszindróma. Lelki okok is közrejátszanak a probléma kialakulásában, főként a tartósan jelenlévő lelki stressz. Ezért az első fontos lépés a stressz menedzselése, az életünkben több pihenés, a több wellness bevezetése, illetve a gondolkodásunk átalakítása, azaz ne hagyjuk, hogy stresszeljen minket az élet. Az ételek közül először is a káposzta és a káposzta leve, illetve a káposzta és a brokkoli fő hatóanyaga, a szulforafán az, ami segíthet. A szulforafánt étrendkiegészítő formában is célszerű pótolni. Ajánlott káposzta levet inni naponta többször, és káposztát, brokkolit enni, illetve csíráikat is fogyasztani, tehát brokkoli csírát és káposzta csírát. A csírák növelik az enzim szintet a gyomorban, ami javít az emésztésünk hatásfokán. További hatóanyagok, amelyek segíthetnek, a kemferol, a kvercetin, a C-vitamin, a cink-karnozin és a probiotikumok. Sok kemferol és kvercetin először is a zöldleveles zöldségekben található, mint a vizitorma, a mustárzöldje, a rukkola, a leveleskel, illetve a bogyós gyümölcsökben és gyümölcslevekben, mint a fekete áfonya, eper, bodza, szeder. Sok C-vitamint és gyulladáscsökkentő polifenol tartalmaz a homoktövislé is, de más bogyós gyümölcsökből készült leveket is ajánlott a terápia részévé tenni, mint például a fekete bárkányalevet és a fekete, illetve tőzegáfonya levet. Segíthet a gyomorban a gyulladások csökkentésében az aloe vera is, amit célszerű italként, gélként bevinni ilyenkor, és nem kapszula formában. Nagyon jó gyomorhurutra a húsleveslé, illetve a kollagén, így naponta langyos húsleveslét többször, egy-két pohárral, a húsleveslé is tartalmaz kollagént, de pótolhatjuk porállagú kollagén készítményekkel is. A kollagén szabályozza a gyomorsav kiválasztását, savat biztosít a megfelelő emésztéshez, csökkenti a felesleges savat, ha kell, illetve kulcsszereplő a gyomor és a bélfalnál lévő szövetek regenerálásához. Fontos az is, hogy kis adagokat tegyünk az ételekből, tehát ne együnk egyszerre sokat, illetve ne ígyunk vizet az étkezések alatt, mert ugye a víz higítja a gyomorsavat, ami tovább rontja az emésztésünk hatásfokát. A gyomorban a gyulladások csökkentéséhez fontos a böjtölés is, például az időszakos böjtölés, mivel a nem evés időszak alatt ugye nem kerül étel a gyomorba, így van elég ideje a gyomorfalnak regenerálódni, mert nem az ételek emésztésével kell foglalkoznia. Az összes gyomorral összefüggő problémánál, így gyomorhurut esetén is, enyhítő megoldást jelent a rendszeres mozgás, edzés, futás, kerékpározás, súlyzózás. A gasztritisz megszüntetése nem megy egyik napról a másikra, több hetet vesz igénybe általában. Ha javul az állapot, pár hét után a gyomor savasítására kell rátérni, vissza kell állítani a gyomor pH értékét, le kell vinni az ideális 1-3 közötti pH tartományba. Ebben a második fázisban tehát a savasításban segíthet a szüretlen almaecet, a betainhidroklorid, az emésztőenzimek és a kálium, illetve a nyomelemek pótlása. És végezetül jó azt is tudni, hogy az orvosok azért írják fel ilyenkor a protonpumpa gátlót, tehát a savcsökkentőt, hogy ugye a fájdalom elmúljon, azaz elfedik a problémát,
de ezek a gyógyszerek semmiféle megoldást nem jelentenek, és hosszú távon teljesen kicsinálják a gyomrot és az egész emésztésünket. Ha szeretnéd, hogy mások is megnézzék ezt a videót, nyomj egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel a harangomban, és kérj értesítést a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!